Sziasztok, PC Guru nézők, itt ülünk Kristoffal, Steel Saint-tel. Hello, sziasztok! És társasozni fogunk. Méghozzá az Angol River Horse küldött egy elég masszív csomagot. A River Horse egyébként, hát ugye azt mondtam, hogy angol cég. Alessio Cavatore az, aki tulajdonképpen a céget felel. Ő annak idején Angliába ment, elkezdett dolgozni a Games Workshopnál, mint fordító, majd utána mint designer, illetve játékkészítő, és hát utána pedig nekiállt a saját cégének. Annyi még esetleg, aki nem tudná, a Games Workshop az ugye a Warhammer 40K mögött álló szervezet. Illetve vannak más játékaik is, lehet, hogy kit érdekelnek. Hát igen, tehát hogy a Warhammer az így mindent visz általában, és hát tényleg ez egy olyan szetágazó univerzum, hogy abban így a társas játékok meg minden, azok így elég komolyan ott vannak. Igen. Tehát, hogy van tapasztalata az új embernek, igen, és ezeket... Igen? Nem, semmit akartam mondani, hogy ez így látszik is a témaválasztáson nagyjából, szerintem. Hát a River Horse egyébként franchise-okra, ismert franchise-okra állt rá. Amiből nem tudtak például küldeni, az a Hegylakó, Highlander, illetve Terminátor, amiből volt már több társas játék miniatűrökkel meg minden, tehát hogy ilyen komolyabb címek, és hát igen, például itt van a Pacific Rim, ugye Guillermo del Toro-nak a filmje volt a Tűzgyűrű, és tulajdonképpen abból készült egy ilyen miniatűrös társas játék. Igen. Ugye mi a legjobb módja a szörnyek legyőzésének, óriás robotokkal agyonverjük őket, ez a film története. Hát jó, a kaiju filmekhez ugye nem kell nagy sztori, hát kivétel mondjuk a legelső Godzilla, ami dráma volt. Mert hogy lényegében a Pacific Rim az egy ilyen kaiju mozi volt, és ezt viszi tovább a társas játék is. Persze, tehát hogyha úgy ülünk le a film elé, hogy azt várjuk, hogy tankerhajókkal fognak pofán verni hatalmas szörnyeket, akkor nem fogunk csalódni. Tehát a maga nemében egy teljesen jó alkotás, úgymond. Hát ezekben az a lényeg, hogy összecsapjanak ugye ezek a lények, amik itt most ebben az esetben ugye a jégerek, akik a kaijukra vadásznak, két pilótával, illetve maguk a kaijuk. Ez egyébként a starter set, tehát ez egy ilyen kezdő set, ami egyszer tartalmaz egy jégert, és ezek festett, nagyon minőségi figurák. És ha jól látom, akkor a filmben is visszaköszön ez az. De itt például a oldalán a oroszoknak a jégere egyből ott van. Igen, vannak hozzá kiegészítők, majd egy párat megmutatunk, tehát lehet felvinni a játékos számot különböző szörnyekkel és jégerekkel. Alapvetően két személyre van kitalálva. Hát szokás szerint kockadobással működnek a dolgok, illetve, majd elmutogatjuk nagyjából, először mindent kiveszünk a dobozból, van egy elég jó kis szabálykönyv, nagyon szép ábrái vannak, igen. Tehát nem a... Ó, és teljes alakos rajzok is, azt most nézem. Ezt majd megmutatjuk közelről is. Igen. Nagyon igényes, és hát az a lényeg szerintem egyébként a szabálykönyveknél, hogy ne legyen nagyon sok túl komplikált szöveg. Tehát, hogy a szövegben benne legyen a lényeg, és mellette ábrákkal jelöljék azt, hogy mit kell pontosan csinálni, és ez itt tökéletesen működik. Meg ne legyen spanyolul. Hát az kiderült. Vagy németül, vagy ki tudja milyen egyéb absztrakt nyelven. Hát van egy ilyen lepedő méretű nagy játékterület. Tulajdonképpen. Amire egyébként lehet majd helyezni pluszban. És akkor már az utcán mélye is benne van. Igen. Egy szint, tehát akkor lényegében tegyek a filmből ismerős helyeket vághatjuk szét megint. Lépés az emberiség nevébe. És akkor itt vannak a kis hexák is. Igen, viszont ezek kifejezetten épületek, illetve olyan helyszínek, mint mondjuk egy ilyen kis kertvárosi rész és a többi. Majd ezeket is ugye megmutatjuk közelebbről, és vannak 3D-s épületek, tehát össze kell állítani a 3D-s épületeket, és akkor szépen erre a lepedőre így felállítani a házakat, mert hogy az a lényeg ugye, hogy a szörny az ne tudja lerombolni teljesen a várost, illetve a jégerek kitartsanak a végéig, attól függően, hogy hányan vannak.
Tehát, hogy itt vannak az épületek, és minden mozgás az tulajdonképpen ezzel a mérővel történik, illetve a csaták is, mert hogy megfelelő távolságban lehet lenni, és hát valamennyire taktikai az egész, mert hogy ugye, hogyha szemből támadnak, akkor kevesebb az esélyük, ezért oldalba vagy hátba kell támadni őket. Hát a klasszikus stratégia, igen, mondom, a legtöbb játékban ugye ez előkerül, hogy ki kell manőveregezni a másikat, oldalába kell kerülni. Karakterlapok. Igen, ugye mindenkinek megvannak a képességei, saját képességei. Igen, ez volt a szabálykönyv, illetve a telepedő. És akkor vannak, igen, hát egyszer vannak a különböző forgatókönyvek. Ugye, tehát egy különböző missziók vannak, úgymond. Igen, és körbe vannak állítva, és akkor vannak ilyen különböző események is. Valamint hát ugye a karakterekhez a mindenféle mozgások, képességek. Tehát itt is akkor kártyával történik a cselekmény. Kártya, kocka, minden. Szokásos, úgymond. Igen, tulajdonképpen. Nem kell semmi extrára gondolni. Ezek is szép képekkel. Gypsy Avenger ugye a jégerünk. Nem Gypsy Danger volt. Az egy másik. Ja, hogy több is van belőlük. Több is van belőlük. Elvileg mindjárt megmutatjuk a Gypsy Danger-t is. Úgyhogy ez az alap. Látszik, hogy nem néztem meg elégszer a filmet. Csak így a nagy nevek maradtak meg. Itt vannak a pilóták is, mert ezeket is megmutatjuk, tök jó. Tehát, ja, az sem mindegy, hogy milyen pilóta van a gépekben. Igen, be kell tenni kettő pilótát is. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen eléggé jó pofa kis darab, nem? Ezt majd később. Akkor jöhetnek a kiegészítők. Igen, mert hogy azért van bőven. Na, hát tehát, hogy egy kiegészítő az egy ilyen doboz. Akkor gondolom kaiju és jége is van benne. Tehát, szerintem egy kiegészítő az egy karakter. Ja, tehát hogy ezek nem párosával jönnek, hanem mindegyik. Csak a starter van. Igen, mondjuk az adja magát, mert a starterbe nyilván kell a két fél, hogy tudjatok játszani. Akkor gondolom a kiegészítő az. Ez egy kicsit megengedőbb ilyen téren. Igen. Egyből egy kaijút sikerült. Egyből egy kaijút sikerült. Rászabadítjuk itt a világra őket szépen. Nyugodtan kezdem nézek kibontani, mert hogy mi van benne, azt nézzük meg. És itt van a Gypsy Danger is. Csak itt egy kicsit ja, persze. Olyan, mint hogyha karácsony volna. Ilyen aktív kibontások még sose történtek itt szerintem. Azért azt el kell mondani, hogy jó alaposan becsomagolják a dolgaikat. Aha. Itt van, látom ugyanúgy egy karakterkártyát, tart bele. Jó, faszantos. Oké. Okay. Itt vannak az is kártyák is. Jó, hogy ezt most már ki lehet szedni. Tehát ugye maga a lényeg. Uh-huh. Amúgy ezek is a filmben vannak? Igen. Ezt meg nem mondom már rá. Igen, ezek mind rendesen a hivatalos Pacific Rim univerzumból vannak. Ezt is odaadom. Itt van még Saber Athena. Illetve akkor a Gypsy Danger. Igen, az egyetlen, amelyik megtudtam a nevét. És akkor ilyenkor az van, hogy maga a modell van benne, vannak ugye akciókártyák, pilótakártyák, upgrade kártyák, és támadási lehetőség. Tehát, hogy ilyen extra vannak mindig magához a figurához. Tehát, hogy mindegyik kicsit más készlettel rendelkezik, más eszközkészlettel gondolom, más játékstílussal. Igen. És nagyon mutatósak. Tehát, hogy... Ezt a kibontást, azt nem az én kézügyességemnek találták ki, azt már most megmondom. Így. Úgy. Tehát, hogy nagyon igényes figurák, már mint... Hogyha valaki Pacific Rim rajongó, akkor már mint egy ilyen kisebb játékgyűjtemény is tökéletesen megfelel. És természetesen azért ezek nem is olyan összetett játékok, úgyhogy azért kezdőknek is nagyjából ajánlott.
aki szereti a Pacific Rim-et, ez itt a Pacific Rim lényegében, úgyhogy kielveszhetik itt a kaijus jégeres tombolást, rombolást. Mindenképpen ajánlott. Hát annyi, hogy ugye vigyázni kell a kiegészítők miatt, tehát hogyha valaki rákattam, vagy esetleg nagyon begyűjteni, akkor van bőven, meg tudnak szaladni az ilyenek, azért ember nem figyel, azt hirtelen már el van a polcad jégerekkel. És elfogyott három havi fizetés. Jó, nézzük a többit. Menjünk is tovább. Ugyanis szintén franchise. Éhezők viadala. Wow. Az most lassan megint divatba fog jönni. Ugye, ha valaki gyakorolná egy kicsit boltba menet előtt, akkor pont jó lesz. Az mondjuk biztos. Mennyire ismered egyébként magát? Olvastam a könyveket, megnéztem a filmeket, kivéve talán az utolsót, mert elvesztette a varázsát. Én is egyébként szerintem pont az utolsót nem láttam csak. Igazából az utolsónak a felét, mert azt hiszem azt két részre bontották, akkor volt divatos. Egy elég masszív kis doboz. Igen, igen. Azért, ha jól látom, ez inkább a filmet veszi alapul. Igen. Kevésbé hangzott módon. És hát a lényeg az végül is tulajdonképpen az a fajta stratégiázás, ami kialakult, hogy ugye a Kapitóliumot kell elfoglalni, annak ja, az embereivel. Ez akkor nem magát az éhezők viadalát mutatja be. Nem. Tehát, nem, ez a stratégiai rész. Ha nem jön be a Cold War Zone, akkor ne ezt vegyétek elő ezek szerint. Nem, ez nem Battle Royale. Bármennyire is manapság nem létezik videójáték Battle Royale nélkül, de hát ugye ez társas játék, úgyhogy itt inkább a taktikai és stratégiai része az, ami szerepet kap. Jól látom, akkor minik azok vannak bőven. Vannak. Ráadásul ezek festhetők. Festhetők, és hát a kártyák, majd azokat megmutatjuk ugye a filmből ja. Vannak. Igen. Mert hogy ez a lényeg, hogy megkapjuk a teljes térképet. Ajajaj. Az ilyen kettő nyitható. Igen, így. És akkor egyes körzetek itt vannak, igen. Gondolom. Igen, egyes körzetek, és akkor ahogy mondtam, a tulajdonképpen a Kapitóliumot kell elfoglalni. Megvannak ugye a főhadiszállások. És ja, akkor neki kell állni, hogy Snow-t eldáldázzuk. Ja, látom, ott a 13. körzet, az még van, nem is tudtam. De itt a Kapitólium, tehát megvan akkor minden rendesen. Ja, tartsuk egy picit úgy, hogy a... Tehát, hogy így nagyjából talán most látszódik, hát, hogy... Ennél jobban nem lehet elfogadni, mert már csuklik össze. Azért ez egy igen méretes térkép, hogy mondjam, tehát kell hozzá a konyhaasztal. Igen, tehát ez kell hely, akkor a jelölők hozzá, és tokenek. És hát a szabálykönyv. A szabálykönyv, ez megint csak egy nagyon igényes képekkel minden támadni. A színvilág, meg ha jól látom, akkor az itt is a filmből ismerős karakterekkel szólták fele. Benne vannak a különböző fázisok, ugye. És akkor a többi jelölő, kocka, a lényeg, kártya. A minik. Igen. Hát ezeket majd közelebbről, de vannak egységek. Ilyen kis kapitóliumi vadászok, gondolom. Igen, akkor a karakterek, Snow például, Cat. Úgyhogy mindenki, aki számít. Xavier professzor. Vendégszerető. Jól látom, a akkor vannak ilyen egyszerű, nem nevesített bakák is. Igen. Ja, itt vannak a hiányzó darabok, jó? Ahogy így feltűnt, hogy mint hogyha... Kicsit vállaló voltak ezek a dolgok, igen. Ó, és ha jól látom, akkor a kockakészlet is egész egzotikus. Na, mondjuk nyilván, aki szerep játékozik, az már találkozott B10-zel, B12-vel, meg ilyenekkel, de ugye a társas játékok világában egyelőre még inkább a hatoldalú a menő. Igen, és akkor itt vannak a különböző helyzet. Aha, különböző mozgások, lehetőségek. Tehát nagyon pici kis kártyák vannak, ahogy a Pacific Rim-nél is, tehát hogy ilyen, vannak ezek az nagyon apró. Ez amúgy érdekes, igen, hogy úta jó, esetve olvasni így hirtelen. Kettőt, vannak a különböző
körzetek, ha jól látom. Resistance. Ja. Hát alapvetően ez ugye két játékosra van tervezve. Ja, akkor ez is két játékos. Igen, van. Itt vannak a karakterek ugye. Tényleg itt van mindenki, akit ismerhetünk. És akkor a Kapitóliumból is szintén Snow, Caesar. Igen. Különböző lehetőségek, kiszabadítani például a foglyokat, beszélni az emberekhez, így lehet ugye befolyást nyerni tulajdonképpen a térképen, és akkor úgy kell elfoglalni a különböző pontokat, és egyre inkább elfoglalni az egész terepet. Hát tehát akkor lényegében ez a trilógia utolsó kötetén alapszik nagyjából. Nagyjából igen. Hát azért mindenféleképpen érdekes ez is tényleg, hogy már gyakorlatilag akármilyen filmből meg moziból lehet franchise-t csinálni. Már hogy társasjáték franchise-t ugye. Hát mondom, és ebben ők egyébként nagyon jók a River Force-nál, mert tényleg a Terminátorból brutál kinézetű társasjátékuk van. Meg hát eleve a Hegylakó is azért egy elég ismert franchise. Csak ezekből már nem nagyon van nekik, tehát annyira jól is fogynak. Népszerűség át. Igen. Na, ezt meg rá tudjuk. És ha már Terminátor, akkor van egy Terminátorunk is, mert társas játékot ugyan nem küldtek. Viszont elküldték Schwarzeneggert. Igen, megkaptuk Schwarzit. Egy apró dobozba zárva. Igen. Olyan alaposan le van főleg csomagolva, hogy simán lehet vágni. Igen, igen, amúgy ezek a angolok elég lelkesen csomagolnak. Már néztem is. Figyelj, nem is sérült egyik sem. Nem. Úgyhogy nagyon-nagyon alaposan sikerült ezt megoldani. Jól látom, akkor ez a legutóbbi film. Igen, ez a Dark Fate. Egy kicsit lemaradtam a franchise-ból mostanában. Nem vesztettél semmit, mert ez ugye visszakanyarodik lényegében a második részhez. Tehát az első két részt veszi alapul. És... Aha. Ki kell pöckölni talán, vagy? Nem, az egy ilyen mágneses. Nagyon igényes. Mondjuk amúgy ezt megjött a mágnesesek jó pofák mindig. Az is egy nagyon kis pici, de... Igen, látom itt is itt van a filmjelenetek, igen. Igen, majd elmutatjuk ezt is ugye közelebbről. Itt is dobókockák, vagy nem. Itt jelölök. Tehát ez mindenki. A sebzésekhez egyébként. Ja. A fekete az 5-öt jelent, a piros az meg 1-et. És hát ez egy ilyen kártyapakli építő játék. Egy ellenféllel, akár többen is játszva. És az a lényeg, hogy ugye gyűjtögetni, összeszedni a dolgokat, menekülni a Terminátor elől. Itt vannak a karakterek, Sarah Connor, Danny Ramos, Kára. Fú, mi? Függönyökkel foglalkozott? Függönyökkel, azt hiszem. Oké. Okay. Nincs több filmet. Ja, igen, de nem láttad a filmet. Nem láttam, de így Kár képét megnézve meg a leírását, hogy ez Self a Weird Terminator. Kezdem sejteni, hogy mi lehetett a csavar vele kapcsolatban. Fegyverek, pisztoly, shotgun, submachine gun, assault rifle, tehát hogy ugye amiket össze lehet gyűjteni. Mert hogy az a lényeg, hogy a végén nekiessünk az ellenfélnek, aztán szanaszt szedjük. Végén meg kell nyomni a terminát. Igen, lényegében ennyi az egésznek a lényege. És gondolom akkor a filmben is ők álltak össze, vagy ez igen. A főszereplő gáda, amit itt persze. Tehát ez abszolút a film alapján készült. Mm-hmm. Igen, ez nagyon érdekes, hogy hányféle társasjátékot tudnak felhúzni, hányféle filmre. Hát főleg úgy, hogy ugye náluk eleve a társasjátékból van 2 plusz egy kiegészítő, ha jól emlékszem, a Terminator franchise-ban, bár azok a Genesis-ből vannak. És akkor a Dark Fate-ből azért még hozzácsaptak egy kártyajátékot is. De ebből is látszik, hogy akkor sikeres volt nagyjából a széria náluk, tehát hogy azért mennek ezek a franchise termékek. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy igényes mindegyik, tehát mind a három, abszolút, amit kirondoltunk. Tehát tényleg a szabálykönyvtől kezdve a kialakításom, mert hogy például a dobozoknál és a Pacific Rimnél
azt néztük, hogy a kártyáknak is mindennek megvan a maga helye, és szépen el lehet helyezni úgy, hogy semmi nem sérül, semmi nem keveredik össze. Hát azt is láttátok, amikor közelebből megmutattuk, szóval tényleg az, hogy M tök jól ki van alakítva, és adja magát, és logikus, és tényleg kevés helyet foglal, úgymond. Hát tényleg a szabálykönyvtől kezdve az összetevőkön át igazából mindegyik ilyen nagyon minőségű, úgyhogy én mindenképpen ajánlom a River Horse-nak így a termékeit. Nekik nagyon köszönjük ezt az egész csomagot, mert nagyon szép darabok voltak. Melyik tetszett nektek a legjobban, illetve van egy Terminátor társas játékotok, mert az engem nagyon érdekel. Nagyon, nagyon jó pofának tűnik mindegyik, és létezik belőle egyébként ausztrál teljesen más Terminátor társas játék is, ami szintén nagyon jó pofa. Remélem tetszett a videó, találtatok benne olyat, ami érdekel benneteket. Iratkozzatok fel, csengettyűzzetek, kövessetek minket, és hát legközelebb is tartsatok velünk. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!